Hát üdvözlök mindenkit itt az Európai Energia politikai áttekintőn, vagy a Gáz van, nincs gáz, grafikonok fenyegető aurával. Ez az előadás további részében majd értelmet fog nyerni, hogy miért ez az alcíme, hogy grafikonok fenyegető aurával. Amikor elkezdtem ezt az előadást csinálni, akkor én arra vállalkoztam, hogy nagyjából nem a jelen helyzetre egy... Megoldást adjak, hanem inkább a, a kialakult helyzetnek az előzményeit, az energiapolitikának a, a felépítését, illetve maga az egész energiaszektornak a működésének egy részének a, a mechanizmusait itt feltárjam a közönség előtt. Ez valamennyire próbál szakmai lenni, de mégiscsak inkább egy egy laikus, Átekintése a történetnek, de azért próbáltam amennyire lehetett a szakmai szempontokat behozni. Következő dia. A... Igen. Na, valami történt ennek. Na mindegy. Szóval a kérdés az az, hogy miért van energiaválság. Következő. Röviden a kapitalizmus miatt, következő, bővebben következő, az EU miatt. Na de komolyra fordítva ezt a kis humoras bekezdést e, e, lezárva, következő. Ugye az energiapolitika összetevői különböző lehetnek. Egyrészt lehetnek ilyen belpolitikai ideológiai preferenciák, mint például ugye ennek a belpolitikai történetnek a állatorvosi lova az Németország, ahol folyamatosan a zöldek kormánykoalícióban különböző tartományi választásokban, tartományi parlamentben komoly helyeket érnek el, és például ők nagyon erősen atomellenesek, és ez az a atomellenesség rányomja a bélyegét például a német energiapolitikára is. Akkor lehetnek kül- és geopolitikai Összetevői az energiapolitikának, nemzetközi konfliktusok, illetve ha mondjuk Magyarország tekintetében nézzük, akkor ugye hát végül is valamilyen szinten mégis bel, de inkább külpolitika az, hogy vannak olyan EU szabályzások, szabályok, törvények, amiket nekünk is be kell tartani, holott ránk nézve nem feltétlenül előnyösek illetve vannak gazdasági szempontok, ezt én ide írtam ilyen kicsit megint csak ilyen félig humoros, hogy a piac láthatatlan keze, ezek piaci mechanizmusok, amik az energia árát, illetve az energia mozgatják, illetve hát nem lehet elmenni amellett, hogy ez mégiscsak egy műszaki területet felmerülnek műszaki kérdések is következő. Na, hát itt rögtön az első felütéshez, ez a belpolitikai ideológiai preferenciákhoz írtam egy példát. Ez a Németországnak az energia mixe, ugye 1990-től 2020-ig. Itt látszik, hogy amíg a nukleáris energia körülbelül egy ilyen 20-25-30 százalékot tett ki, addigra gyakorlatilag mára már két erőművet leszámítva az összes erőművet bezárták. És például hiába van energiaválság, a német zöldeknek annyira erős a lobby és politikai tevékenységük, hogy annyit tudott elérni a többi német párt, illetve a német nagypolitika, hogy az utolsó két erőműnek a bezárását, ha jól emlékszek, mindössze egy évvel elhalasztották, és utána be fogják zárni, tehát ez a teljesítmény ki fog esni a termelésből. Ami még érdekesség, hogy 90 óta, ha megnézzük, a, ez a natural gas, vagyis a földgáznak az aránya megnőtt. Ennek majd most lesz jelentősége, ugye tudjuk, hogy a, a oroszokkal való konfliktus, a gáz nagy része Oroszországból érkezik, és az energiárára jelentősen rá fogja nyomni a bélyegét. Illetve ami még nagyon fontos, és mivel mondom, Németország egy ilyen állatorvosi ló, ez így nem minden európai ország, de a legtöbb európai országban valamelyest hasonló a helyzet. Ha megnézzük, gyakorlatilag ilyen 97-8-ban szinte nem is volt még. Szélenergia, mostanra pedig a szélenergia már a 20-30%-át teszi ki a, a német energia mixnek, illetve ha megnézzük a napenergia is megjelent valamikor a 2000-es évek derekán, és már egy ilyen szűk 10%-ot tesz ki, ennek is később még jelentősége lesz. Következő dia. Na, és akkor a később jelentősége lesz, azt itt meg is fogjuk érteni. Az alsó vonalak ugye a megfelelő színekkel, ugye a piros a nukleáris, zöld a biomassa, a világos barna az talán a mindegy, valami, talán a lignit, mindegy. és itt látszik, hogy ezek az alsó vonalak, ezek nagyjából egyenletesen oszlanak el. Ez különben a 2022-23. hete, az most meg nem mondom, ja, de itt van a hatodik hó, hat, tehát ez egy, ez egy nyári, nyári hét, és ami érdekes, itt van a napenergia, illetve a hát nem jól látszik itt a képen, de a szélenergia. A fekete vonal, az pedig a rendszerterheltség. Na most... Ugye egyből egy kicsit ki is csatlakozzunk itt a elmúlt hetek híreihez, ugye most elég nagyot ment a hírek között az, hogy ugye betiltották. Hát nem betiltották, de megszüntették azt a lehetőséget, hogy aki napelemet szerel fel a házának a tetejére, az a elművel vagy a megfelelő szolgáltatóval leszerződve, ugye, az elmű ezt az áramot átveszi tőle. Innentől kezdve, aki napelemet telepít, az csak szigetüzembe működhet. A szigetüzem az azt jelenti, hogy termelnek a napelemek, és azt el is használom, amennyit elhasználok belőle, de nem termelek fel a hálózatra. És főleg ilyen liberális oldalon már rögtön óriási hisztit keltettek, hogy, hú, hát itt teljesen, elmebetegség van a kormány részéről, hát azért annyira nem volt ez teljesen elvetemült ötlet a részükről, tehát ezt nem azért csinálták, mert most nekik volt egy ilyen felböffenésük, hogy jaj, akkor jól szúrjunk ki a napelemes emberekkel, hanem nagyjából itt ez, ez az ábra mutatja meg. Egyszerűen arról van szó, hogy főleg a nyári napos ö, nap napokon, tehát itt látszik is, hogy nagyjából itt a ez, ezek a sárga csúcsok, ezek a déli órák. És amikor meg itt a sárga csúcsok között van, valahol itt van éjfél. Tehát egyszerűen nem, nem tudja lekövetni az energetikai, tehát az áram, áram el, el, elosztó rendszer, nem tudja lekövetni azt, hogy hirtelen belép óriási nagy terhelés a nap erőművekből aztán megeltűnik az alaperőműveket meg nem illik nagyon fölle terhelgetni. És majd lesz szó a gázról is, hogy miért szeretik a gáz, de ezt majd valamikor késő. Szóval a lényeg, ami a lényeg, hogy ez, ez, az ábra azt mutatja meg igazából nekünk, hogy ez a nap, meg főleg a nap, de a szél energia is jelen állapotában mér egy zsákutca. Tehát nagyon szép, óriási, itt a jól látom, ilyen 60 ezer megawatt összesen mindennel együtt, és ebből nagyjából egy 20 ezer megawattot ad Németországba a napenergia. Ez nagyon szép, csak ez a 20 ezer megawatt estére el fog tűnni a rendszerből. Ezt egyszerűen jelen, jelen állapotban nem, nem tudja lekezelni értelmesen a rendszer. Következő. Uh, ugye vannak különböző elképzelések arra, hogy uh, hogyan kéne a nap és szél energiát uh, tárolni. az egyik ilyen elvetemült ötlet, amilyet végig is annyira nem elvetemült, csak megint a zöldeknek van ilyen furcsa értékrendjük, uh, hogy azt találták ki, hogy a hegyekbe kell óriási víztározókat építeni, amit nappal felpumpálják a vizet, majd ugye gravitációsan egy vízturbinál engedve éjszaka leengedik, és akkor gyakorlatilag a víznek a mozgási energiájából újra energia lesz, tehát ez egy energiatárolási mód. Csak ugye itt az, a, az az ilyen, megint ilyen az én sajátos humorom, hogyha vízerőmű építésről van szó, jó, lehet, hogy ezek sokak szemében nem leszek most népszerű, de gondoljunk Bős-Nagymarosra, vagy hasonló más európai országokban nagy vízerőmű építési projektekre, azokat általában mind a zöldek fúrták meg. De ha meg arról van szó, hogy az Alpokban, meg a Német Középhegységben, meg a Kárpátokban pakoljuk tele óriási víztározókkal, amik csak annyira szolgálnak, hogy a nappal elektromos szivattyúkkal a nagy többlet energiával felpumpáljuk a vizet, majd ezt a vizet leengedve kinyerjük újra az energiát belőle, akkor már ezeknek a zöldeknek annyira nagy ö, problémájuk vagy ellenérzésük nincsen a, a témával kapcsolatban. Csak egy ilyen kis ö, kikanyarodás következő. Na, és akkor, hogy egy kicsit rákanyarodjunk konkrétan a energiaválságra, ez ugye az Európai Unióban 2022-es júniusi állapotot mutatja, hogy körülbelül, most nem látom, hogy teravat vagy mibe van megadva órába, nagyjából mennyi az elosztása, a, milyen az eloszlása a különböző energiafajtáknak. Látjuk, hogy ezért a nukleáris energia egy kiemelten, erős szereplő, ez ugye alapvetően Franciaországnak köszönhető, illetve, amit nagyon fontos, a gáz. Ugye ennek ugye most majd a Oroszországgal kapcsolatban jelentősége lesz. Tehát látjuk, hogy a két legerősebb elektromos energiát előállító technológia, ami a legtöbb energiát adja az európai villamos hálózatba, az a nukleáris energia és a gáz. És a gáz az eddig egy alapvetően jó történet volt, mert relatív jó áron lehetett gázt beszerezni, megvoltak a gázerőműveknek a maguk előnyei, azt majd egy következő diánál fogom elmondani, hogy miért szeretik a gázerőműveket, és eddig működött. Csak hát bejött a orosz-ukrán konfliktus, meg egyéb más tényezők is, amikről szintén később majd fogok beszélni. Következő. Na, és akkor igen, itt sajnos a diákat nem feltétlenül jó sorrendben raktam össze, úgyhogy lesz egy kis csapongás, majd lehet, hogy meg is szólni fogok, hogy vissza, visszakérek majd korábbi diákat. Na mindegy, itt azt láthatjuk, hogy a 2022-es évben, különben itt azt hiszem rajta vagyunk mi, és igen, itt vagyunk, Magyarország különböző országokban euró per megawatt órába a villamos áramnak az ára. Hát most a, megnézzük, hogy ez a világos színű Magyarország, azt hiszem ez az. Hát körülbelül most ilyen 300 euró per megawatt óra a villamos energia ára Magyarországon, és lehet látni, hogy egy-két kivétellel nagyjából ez a 250-300-as mezőnyben játszik egész Európa a villamos áram tekintetében. Hogy miért van ez így, az is nem soká ki fog derülni következő. Léptessünk egyet, mert ez itt nem jó sorrendben van. Még egyet. Na, én csak. So még, még. Igen, sajnos ezt el. Még. Nem, vissza, bocsánat. Na, hogy miért van ebbe a mezőnyben az európai villamos energiának az ára, az nagyjából ebből a grafikomból fog kiderülni. Most nagyjából ugye itt van Európa megavatóra, amúgy iparban nem használják azt, hogy köbméter vagy akármi, nem érdekli az ipart az az, hogy hány köbméter gáz azt érdekli, az ipart az, az érdekli, hogy mennyi az energiatartalma. Különben ha valaki megnéz egy gázszámlát figyelmesebben, ott is mindenféle korrekciós számok vannak, hogy éppen az a gáz, amit az ember abba a hónapba fogyasztott, az milyen energiatartalma, milyen megazsullokkal rendelkezik. Na, és az az igazság, hogy ugye látjuk, hogy itt a gáz árának volt valamikor nyáron egy ilyen csúcsa, ez a körülbelül most mondjuk azt, hogy 350 euró per megavattóra volt a gáz, és most, most meg ez, ez azt hiszem a mai adat, ez a 118 euró per megavattóra a gáz, azért látjuk, hogy most egy, egy relatív lefelé szálló ágban van áll az égnek, és azt is látjuk, hogy 2014-től 2020-ig nagyjából ez egy ilyen, kicsit szőrözött a vonal, de alapvetően egy ilyen stabil árfolyama volt a gáznak, tehát nem, nem voltak benne nagy kiugrása. Na, és akkor, hogy miért, miért, drága a villamos energia is? Alapvetően azért, mert, és akkor itt a energetikai szakmának a véleményét mondom nagyjából, Meglepő, de az energetikai szakma a politikai hozzá, hovatartozástól függetlenül, tehát attól függetlenül, hogy jobb vagy baloldali az adott e, energetikusnak a politikai érzelme, ettől független alapvetően piacellenesek. E, ugyanis e, az energetika nem igazán működik piaci körülmények között, vagy ha működik, akkor az mindenkinek... E, Ö, bocsánat, tehát ha működik is, akkor senkinek nem jó kivétel egy nagyon szűk pár ezer fős elitet leszámítva. Érdekességnek mondom, hogy a, a, gyakorlatilag a Maastrichti szerződés előtt, tehát hogy nagyjából az EU kezdete előtt, a nagynyugati országokban is az erőműveknek a 80-90%-a állami kézben volt, például Angliában azt hiszem ez 100% volt. És az EU-nak volt egy ilyen erőltetett neoliberális fordulata, hogy piacosítani kellene az energiapiacot, el kell adni az erőműveket, és, és ilyen szabadpiaci versenyen kell az energiát is ö, értékesíteni. És ennek az egyik következménye az, hogy ö, ennyi az energiára. Menjünk vissza egy kicsit. Még? Még? Na és miért 300 euró az energia ára, ha a nukleáris energiának az önköltségi ára 5 euró per megavattóra, a ligniterőműveké, mint a Mátray erőmű 9 euró per megavattóra, a biomassa 15, fekete szén, gáz 200 euró, ezt majd itt alá kell húzni vastagon, illetve egy érdekességű, a szemét mínusz 2 euró per megavattóra. Ez azért létezhet, mert ugye a különböző ilyen városgondozási, meg város tisztasági cégek fizetnek a, a különböző szemét égető műveknek, hogy tüntessétek már el, szíves a szemetet. Tehát itt egy ford, fordított történet van. Most felmerül a kérdés, hogy miért, öte, ha 5 euró per megavatóra az energia önköltségi ára a nukleáris, Energia esetén, ami azért Európába egy húzóág, akkor mégis miért ilyen 250-300 per megawatt óra az energia ára a piacon? Egyszerűen azért, mert az történik, hogy nagyon sok gázerőmű van, a gáz most baromidrága, ugye 200 euró környékén mozog, plusz ugye a haszon, a profit, és ez felhúzza az energia árát. És erre azt mondják az energetikusok is, hogy azért nem jó a piaci körülmény, mert ezt úgy kéne csinálni, hogy állami erőművek kellenének, és keresztfinanszírozást kéne. Tehát a nukleáris energia az 5 euró per megawattos önköltségjáron 300 eurós világpiacjár mellett óriási hasznot tud hozni a 200 euró per megawatt órás gáz az éppen hogy tud hasznot hozni, és ha kereszt finanszírozás lenne, és mondjuk belőnénk a ketté közé, mondjuk 100 euró per megawatt órára a villanyáramnak a árát, akkor ugye meg lehetne azt az állami szabályozásba, tehát tervutasításos, tervgazdasági környezetben meg lehetne azt csinálni, hogy a a nukleáris energiának a nagy profitjával keresztfinanszíroznánk a kevésbé profitábilis, konkrétan mondjuk 100 megawatt per eurós gáznál a 200 eurós piaci árnál veszteséges árat keresztfinanszíroznánk. De miért szeretik-e az Európába ennyire a gázt? És akkor most azt hiszem egy vagy kettőt előre. Jó, nem, egy, egyet vissza, csak egyet. Ezt a képet azért raktam be, mert itt vagyok én. A, ez a Mátrai erőmű mellett van egy kis gázturbinás, kis, tehát ez a gázturbinának a füstcsöve, csak hogy a kicsit tudjuk értelmezni, de, de energetikai méretekben ez egy továbbra is kisméretű gázturbinás, gyorsindítású erőmű és hogy miért szeretik a gázerőműveket. Pont azért, mivel az energia mix és az energia eléggé hullámzik, többek közt egyrészt mi felhasználók is hullámosan használjuk fel, gondoljunk bele, hogy nyáron napközben bekapcsoljuk a légkondit, aztán estére már lehet, hogy csak elég, ha az ablakot kinyitjuk, meg Szóval sok komponense van, illetve hát a megújulók is hullámoztatják, mert hol beadnak, van egy, van egy napsütéses szeles óra, az összes megújuló izé, maximális fokozatom van, van egy szélcsendes felhős nap, semmit nem adnak be. A gázerőművek meg azt tudják, hogy például ennél azt hiszem, igen, a két úriember tartott itt előadást nekünk, elmondták, hogy ha jön a Mavirtól egy telefon, hogy kell többlet kapacitás a rendszerbe, ők 37 perc alatt tudnak a nulláról névleges teljesítménnyel betáplálni a, a rendszerbe, és itt azért ilyen 10 meg 100 megawattokról beszélünk. És ezért szeretik a gázerőműveket, mert könnyű fel leterhelni őket, illetve a gázturbináknak van egy olyan tulajdonsága, hogy ez itt a, nagyjából itt van a ez a, ez a palló mögött van egy ajtó, ami a turbina térbe vezet, nem akarok nagyon a műszaki részletekbe elveszni, de ugye itt van maga a gázturbina, a gázturbina elégeti a földgázt, de ezt a gázturbinát úgy kell elképzelni, hogy egy repülőgép hajtóművét körülbelül. Igen, ám csak itt a kilépő füstgáz még baromi forró, a baromi forró alatt ilyen 800 meg 1000 fokokat értek, és azzal még vizet tudnak forralni adott esetben, és ezt a felforralt vizet még egy gőzturbinába el tudják lőni, tehát hogy egész magas hatásfokot ki lehet hozni belőle, tehát hogy hatásfokra nagyon jó, meg eddig ez életképes volt ez a történet, csak arra volt kitalálva, hogy a gáznak az ára, és akkor ha azt hiszem kettőt előre megyünk. arra volt kitalálva, hogy itt a gáznak az ára, ez be volt lőve ide körülbelül ebbe a 25-30 euró per megawatt órás tartományba, csak ugye, csak ugye jött közben, itt látszik 2022 elején a orosz-ukrán háború, ami egy kicsit felül bírálta a számításokat. És akkor egyet vissza, vagy az a kép volt? Nem. Uh, jó, nem, nem a, a, előre, igen, itt áll. És akkor megint menjünk bele egy picit a, a, az ilyen Európai Uniós furcsaságokba, ami ránk is vonatkoznak. Uh, kitalálták ezt a uh, széndiokszid, uh, nem is tudom, mi a hivatalos neve, de ilyen büntetővám, de mégse úgy büntetővám, mint egy normál, valamilyen adó nem, hogy fizet az ember mondjuk itt a 10%-ot, hanem ezzel a széndioksziddal ugyanúgy tősdézni lehet, mint itt a És ennek a széndiokszidnak ugyanúgy a különböző tősdei, meg pénzpiaci furcsaságok következtében így össze-vissza mozog az ára. És például a nagy német lignit, meg barna kőszén erőművek is arra voltak beállva, hogy ők így körülbelül, amikor ezt bevezették a 2000-es évek e, derekán, arra voltak beálló, hogy ez a körülbelül 12-15 euró per tonna áron tudják majd. Tehát ez azt jelenti, hogy meg e, vannak különböző számítási képletek, de megvan, hogy hány megawattot termel egy erőmű, az hány széndiokszid tonnát jelent. És nekik ezt be kell fizetni, mint ilyen bűn, kvázi büntetés. De az, hogy mennyi a széndiokszidnak a tonnája, az nem úgy van, hogy központilag meghatározza az Európai Uniónak a nem tudom én melyik bizottsága, hogy ez ennyi, hanem ezt ugyanúgy tőzsdézik. És ők arra voltak a nagy energia cégek beállva Németországban, hogy hát 10-15, esetleg egy 5-10 éven belül maximum meg fog duplázódni. Na most látjuk, hogy ez a megduplázódás, az a, a 15-ről a 100 az nem megduplázódás. Itt, és, na, itt jön be megint az Európai Uniónak egy óriási ilyen hülyeség, ez a, pi a piac fetisizmus, hogy minden piaci alapon kell. Itt két, két dolog történt itt az ábra felfutásán, itt látszik, hogy ez még ilyen 2020-22. Az egyik, majd mindjárt mutatom a következőn lesz, vagy kettővel később, léphetünk is, nem még egyet felfutása két összetevője van, és hogy miért maradt magasan az ár. Itt, ha látjuk, beesik a görbe. Kérném a tippeket, hogy mi történt itt a dátum. Én nem látok odáig. 2022. március 4 -e. Volt már? Valaki? Tipp? Kitiltják az oroszokat a Swiftből. Tehát az oroszok egyszerűen elkezdtek vásárolni széndiokszidot, és felnyomták az európai széndiokszid kvóta árát. Jó. És utána, amikor elkezdett beesni, akkor jött a pénzpiac, és azt mondta, hogy no, 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 -no hát ebben rohat pénz van. Most csak, hogy klasszikus ilyen pénzpiaci szereplőt mondjak, ha már Magyarországon vagyunk, mint például Soros Gyuri bácsi, és akkor Soros Gyuri bácsi azt mondta, hogy No, no, jó, 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 jó buli ez, hogy így össze-vissza rángatjuk a izét, mert ezeknek a nagy energiaipari cégeknek ki kell fizetni ezt a pénzt. Na most csak érdekességnek mondom, hogy azt hiszem a szén szénerőműveknél úgy van, hogy megawatt per óra, az 0,3 tonna széndiokszidot jelent. Na most nem akarok senkit arra kérni, hogy matekozzon, de mondjuk ha a Mátra erőműnek a névleges csúcs teljesítménye 950 megawatt, úgy nagyjából ki lehet szedni azt, hogy ez 300 tonna széndiokszidot, úgy nagyjából sats per kb. jelent. Na most nem mindegy, hogy 300 x 15, vagy 300 x 100, amit ki kell fizetni. Tehát ez is felhúzza. És ennek semmilyen valós tartalma nincsen olyan értelemben, ezt Tősdézik, rángatják össze-vissza a széndiokszidnak az árát. Tehát ezt ebbe is egyetért nagyjából az energetikai szakma, hogy ennek így semmi értelme nincsen. Tehát arra jó, hogy baromira megdrágítja az áramnak, a villamos áramnak az árát, de hogy ettől az emisszió, a kibocsátás nem lesz kevesebb egy dekával, az is biztos. Külön még az Unió be akarta vezetni a lakosságra is, hogy a Lakossági fogyasztás esetén is például a gázolaj, benzin, meg a lakossági villanyáramnál is ezt külön még számolják. Hát akkor nem 700 forint lenne a benzinnek a piaciára, nem mondjuk már 1200 forint, ha ezt így elkezdenénk izé hozzáadogatni. De erről azért elég nagy ellenállásbüdk között is letettek. Na léptethetünk tovább. Na, és akkor itt is hoztam egy példát, hogy itt lesz pár ilyen újság a, a, az elmúlt időkből, ugye több mint 42 milliárdos veszteséget termelt a Mátrér, mert ez is miért lehet? Azért, mert elszállt a széndiokszidnak az ára. Tehát, hogy volt alapvetően egy jól működő erőmű, ami be volt arra állva, hogy 15-20 euró per tonna áron vagy befizeti a széndiokszid kvótát, erre felment 100 euró környékére 80-100 körül mozog most a szindioxid óta, és akkor persze, hogy veszteséges lett az előnös, a liberális média le is hozta, hogy milyen rossz üzletet csinált a magyar állam, meg milyen jól keresett a mészáros lelő rajta következő. megint ilyen pénzpiaci e, finomságok, ugye a magasabb árakra várnak a spanyol partoknál az LNG szállítók, ez is csodálatos. E, egyszerűen az, hogy az amerikai küldik az lng és kiadták a kapitányoknak parancsba, hogy várjanak, amíg fel nem megy itt, hogy több cseppfolysított földgázzal megrakott hajó, amely Spanyolország partjainál köröznek, valószínűleg november végig maradnak, mert várják, hogy az európai árak emelkedjenek, mert most az enyhe ősz miatt Kicsi lett a kereslet a gázra, és ez lenyomta valamennyire a gáz árát. Ha nem a normális szintre, de a, a visszamegyünk, menjünk párat vissza? Még, 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 majd szólom. Állj! Tehát, egyet vissza. Itt ugye látjuk, hogy itt ez a kiugrás, és most visszaesett ide. Tehát ez volt a nyári nagyon nagy kiugrás, és most most valahol itt vagyunk. Ez azt hiszem a mai adat. Tehát azért nem mindegy, hogy... 350 vagy 118. És most arra várnak kedves amerikai barátaink, önzetlenül adják a segítséget, ami annyira nem hogy visszakúszon ide a 350-ért a gáznak az ára. Jó, mertünk oda, ahol előbb voltunk. Még egyet? Jó. Ugyanez a helyzet a olajjal is, különben ez a váratlanul az olaj olajkitermelés csökkentésről döntött az OPEC. Hát ez is csodálatos történet. Az van, hogy egyszerűen leszűkítik a kínálatot, a kereslet az marad annyi, amennyi innentől a legegyszerűbb ilyen piaci logika, hogyha ugyanakkor a kínálat, de megnőtt a kereslet, vagy leszűkítettük a kínálatot, akkor annyit kérhetünk érte, amennyit akarunk. Tehát ez, ez megint ilyen csodálatos ilyen piaci logika. Ez is csak ilyen kis érdekesség. Következő. Jó, igen, itt ezek nagyon összekeveredtek. Ez a... Szintén a gáznak az ára az a nagy ábra, csak itt kinyitva ugye erre az évre, tehát itt látszik, hogy egy év januártól novemberig ugye ugyanez a 350, ezt ez, ez, ez ugorhatunk is, mert semmi új nincsen. Na, és akkor zárásképpen egy pár ilyen műszaki kérdést is érintsünk. Európában az elmúlt 15-20 évben azért voltak kisebb-nagyobb ilyen energiaválságocskák. Konkrétan a legutóbbi, legnagyobb az ugye a 2008-as világgazdasági válságnak a hátszelén jött be egy e, energiaválság, amit annyira azért nem érzékeltünk, és azért nem érzékeltünk, mert, e, és mindjárt rátérek a diának a lényegére, ugyanis rengeteg olyan szenes erőmű volt, még öreg szenes erőművek, amik ezt a válságot többletkapacitással le tudták kezelni. Tehát akkor is ugyanezt történt, hogy a gáz meg az olajára felment, és a gáz meg az olajár felmenésével a villamos áramnak az ára is felment. Na most akkor azért tudták visszaszorítani a villamos áramnak az árát, mert rengeteg tartalék kapacitás volt még ilyen öreg szenes erőművekben. Csak az, az, igazság, hogy azóta ugye eltelt több mint tíz év. És ha megnézzünk az ábrára, most ez az oldala nem is lényeges, inkább itt ez a lényeges, hogy nagyjából ez a csúcs terület a 40 és 60 év közé esik. Tehát ezek ki vannak a végtelenségig öregedve, és most már például a mátrai erőm is, hiába, hogy a úgynevezett névleges kapacitása az 950 megawatt, 500 megawatton mennek. Ugyanis megint a... csak ezek az uniós klímapolitikai célok, amúgy mondjuk úgy szépek meg jók, békeidőben még életképesek is, csak ha jön bármilyen ilyen gazdasági vagy háborús gebasz, akkor igazából nincs b -terv és a mátrai erőműnél is az történt, hogy az 1-es, 2-es blokknál az volt mondva, hogy itt 2025-26-ban urniós direktíva szerint le kell állítani a lignit tüzelésű erőműveket, ki kell vezetni, nincs jövőjük nekik, és ezért mit csináltak, hiába, hogy 22 van, az volt a, a, az ilyen akár lehetne azt mondani józan paraszti logikai megoldás, hogy akkor ameddig megy, meg ameddig bírja, hajtjuk, de már karbantartásra, stb. nem költünk, tehát lelakták, lerúgták. Mint az autót, amit tudjuk, hogy le fogjuk adni a bontóba, de amíg megy, addig kihajtjuk a lelkét. Na ugyanezt történt, az 1-es, blokkot annyira lelakták, hogy meg, meg már nem foglalkoztak vele, hogy ez már gyakorlatilag... Be lehetne, ha nagyon akarnák indítani, de valószínűleg 5-10 nap múlva le kéne állítani, mert, mert valami olyan hibát dobna, amivel a biztonságos üzemeltetés nem lenne megoldott. Tehát az, az igazság, hogy Európai építés szempontjából a 24. órában van, mert ezek a szélmeg, naperőművek továbbra is azt mondom, hogy nagyon szép, meg nagyon hangzatosak de alaperőművek meg nincsenek. És nincs is rá semmilyen program, hogy alaperőművek legyenek. Ugyanis ennek több oka van, megint csak a hülye uniós szabályozást tudom felhozni. Egyrészt nem nagyon szereti az unió, hogyha államok beszállnak ebbe a történetbe, pedig csak az az egyetlen járható út. Annyira össze-vissza mozgott az elmúlt pár évben az energiaára, és az össze-vissza alatt azokat a, a mostani ilyen nagy kilengésekhez képest azokat a kicsiket értem az össze-visszasághoz. még ilyen óriási német, meg francia mamut cégeknek is, amik ilyen euró dobálóznak a főkönyvükbe, se hiteleznek meg mondjuk nagy bankok arra, hogy erőművet építsenek, mert annyira puszsa az egész történet, hogy nem látják a megtérülést hogy ez, ez, ez működni fog, meg, meg, stb. Szóval az a lényeg, hogy államok tudnának erőműveket építeni, akár nukleáris, akár bármilyen más technológiát, nagy kapacitásokat, de azt meg az Unió nem szereti. Sem, de az a lényeg, hogy, hogy mindenféle magán, tehát hogy építhet állam erőművet, de mindenféle magán oldalnak, például majd menjünk vissza, és ugye ott, ott, válaszolok is erre még, 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 ahol listázom, hogy melyiknek a önköltségi ára. Itt áll. Konkrét példa a Paks 2. Paks 2-nél a következőket írták elő. Nem lehet egy cég paks -sal. Tehát kell egy külön céget alapítani, amiben lehet a magyar állam többségi tulajdonos, de egy külön cégnek kell lennie, és az építésnél mit tudom én mennyi magántőkét be kell vonni az építésbe. Most százalékot nem tudok mondani, hülyeséget meg nem akarok mondani. És például ez azért baj, mert mondjuk így kétszer annyi infrastruktúrát, tehát két céget üzemeltetni, mint egyet, Teljesen hülyeség, pedig egy telephely lesz, iszégy, gyakorlatilag a két erőművű blokk légvonalban, itt én 300 méterre lesz egymástól, de két teljesen külön nem. És ugye innentől jönnek ilyen kérdések, hogy például az egyik, tehát mondjuk ha itt nincs a, a, valami a PAX 2 akkor a PAX 1 nem kérheti el, mert ez egy másik cég, akkor külön szerződést kell, meg bürokrácia ezzel. És például a Paks 2-nél is majd ez egy érdekes sztori lesz. És akkor most egy kicsit a Pax, Paxnál most megállok egy pár gondolat erejéig, hogy például itt van ez, hogy a nukleáris energia 5 euró per megawatt óra. Az Unió előírta nekünk, hogy na nehogy már az legyen, hogy mi magunknak eladjuk majd 5, 5 euró per megawatt a az áramot, ki kell mennie a paksi áramnak az európai pénz vagy európai energiapiacra, és ott kell értékesíteni. Tehát nincs az, hogy a lakosságnak majd Paks 2 olcsó áramot termel, fizikailag képes rá, mert ennyi az önköltsége, meg a magyar állam szempontjából is képes rá, de az unió nem engedi. Azt mondja, hogy piaci alapon kell az ott megtermelt áramot, áramot, értékesíteni, és nincs az, hogy ezt önköltségen áll. Áron a lakosságnak, mint ilyen idézőjelbe szociális alapon olcsón adjuk az áramot. Nincs ilyen, az unió letiltotta, kész. Van egy uniós szabályozás rá, ha valakit nagyon érdekel, utána nézek, hogy ez melyik izé törvénybe vagy hol van leírva. Nincs ilyen, hogy magunknak adjuk. Uh, és uh, például a Pax 2 lesz egy olyan érdekes történet, hogy ha el is kezdik építeni, előírta a, a, megint csak az Európai Unió, hogy nem tudom én hány nyugati, tehát Európai Uniós magáncéget be kell vonni. Na most mi van abban az esetben, hogyha mondjuk az Unió nem is tiltja meg azt, hogy orosz atomerőmű legyen Magyarországon, de mi van, ha a Siemens, aki mondjuk a generátorokat szállítja, azt mondja, hogy ő ilyen-olyan kifacsart ideológiai háború ellenes, akármilyen logikából kifolyólag, ő nem hajlandó az oroszokkal együtt dolgozni. Tehát, hát és a miért vagyunk a 24. órában? Egyrészt látjuk, hogy a reaktoroknak is az élettartama, ha itt ezt a kupacot nézzük, akkor a 30 és 50 év között van, azért az reaktornál mi hosszú. Ellenben a, a, egyrészt ez kivételesen tényleg van benne logika, meg van benne értelem, megszikorodott biztonsági szabályzok, szabályok miatt a reaktorok építési időtartama most már ellenben ebbe a fázisba esik. Tehát azt jelenti, hogy amíg a, a, levetítjük ezt az ábrát, a 70-es, 80-es években egy atomerőmű megépítése 5 és 10 év közé esett. Konkrétan amúgy azt hiszem tökéletesen kijön a számtani közép, 7 és fél év volt átlagosan egy erőmű megépítése. Most egy erőmű építése az 20 25-30 év. Tehát amikor most itt a Paksnál mindenki prüszköl, hogy soha nem fog megépülni, az igazából nem egy olyan nagy szám az, hogy 2014-be ben bejelentették, most 2022 on és igazából még nem történt egy kapavágás. Például Finnországban az Olkirótói erőművet, az 2005-ben jelentették be, hogy meg fogják építeni. 2021 telén kapcsolták párhuzamosan a hálózatra. Tehát most az atomerőmű építési projektek ilyen ütembe zajlanak, és például a németek nem, de a britek, bár most már ők nem eu de ők például felébredtek és rájöttek, hogy atomerőművet kéne csinálni, csak hát nekik is, mire ez az atomerőműnek idézi a gyümölcse beér, ami lesz 2040 meg 50. Tehát, mert ő, náluk is volt egy ilyen irányvonal, hogy jó, akkor a, a nukleáris energiát az energia mixből szépen ki küldjük, aztán most, most, így a válság kapcsán ők eljutottak odáig, hogy felülbírálták a saját, és azt mondták, hogy ha kell, akkor idézőjelben 100 atomerőművet építenek, csak legyen energiabiztonság Angliába. A németek kötik az ebbet a karóhoz, tehát ott egy éven belül az utolsó atomerőmű is le fog állni, és, és kikerül az energiamixből, és marad a megújulók, amiket láttunk, hogy össze-vissza hullámzik a teljesítményük, marad a gáz, ami baromi drága, meg a szén, amit pedig ugye hát tényleg lassan ildomos lenne olyan szempontból elengedni, hogy az tényleg a legszennyezőbb technológia. Hogy bár Magyarország nem független, most azt az ábrát nem raktam be, de nagyjából vannak ilyen kis nyilacskás ábrák, hogy tudom én, Ausztria felől mennyi jön, Szlovákia, Ukrajna felől már nem jön, de régebben onnan is jött. Különben egyetlen országgal nincsen energiakapcsolatunk meglepő, de Szlovénia. Na mindegy, és az a lényeg, hogy valóban úgy van, hogy bemegy egy ilyen nagy európai közösbe, csak az van, hogy ugye Magyarországon nagyjából jelenleg úgy áll össze a történet, hogy kb. 6000 megawatt a energiaigényem, ez egy átlagos szám, ez nyilván nem, tehát ez egy, ez egy éve ki kiátlagolt érték ebből 4000 az, ami hazai termelésű, és olyan körülbelül 2000, ami import. Na most azt megtehetné Magyarország, hogy ha nem lenne ilyen uniós szabályozás arra, hogy nekünk piac, ki kell menni az uniós piacra, és ott kell értékesítenünk az éppen aktuális ilyen, ez ugyanúgy tőzsdésnek, tőzsdei árfolyamon a áramot, megtehetné azt Magyarország, hogy a belső mondjuk a lakosság felé, ugye az olcsóbb, tehát az önköltségi áron adja. De nem teheti meg, tehát nem mondhatja azt a paks, hogy akkor ő, ő ezt eladja a lakosság felé ennyire. Neki kötelező azon az áron eladni, ami éppen az aktuális európai piaci ár. Sőt, tovább megyek, mondok egy kis érdekességet, bár aki ezt mondta nekem, megkérte, hogy a másik erőműnek a nevét azt ne mondjam, de az a lényeg, hogy például a Pakson karbantartást végeznek, akkor ö, ugye nem, nem megy akkor a reaktor, négyből mindig egy nem megy, vagy karbantartásban van, vagy hát nem mindig, de hogy 15 havonta, ö, és az a lényeg, hogy akkor ugye az a teljesítmény nagyjából 500 megawatt hiányzik a rendszerből. Ezt az 500 megawattot úgynevezett ilyen helyettesítő áram formájában meg kell vásárolni a máshonnan paksnak. És nem célszerű mondjuk Németországból megvásárolni, de mindegy, be, be én sem vagyok teljesen képbe. A lényeg az az, hogy általában Dunántúli erőművektől vesz helyettesítő áramot paks. Ugye ezt is piacon alapon kell történnie, tehát itt se lehet egy állami szabályozás, hogy akkor a magyar állam mondjuk előírja, hogy helyettesíti áramot az erőműveknek, ennyiért kell adni. Nem. Azt az erőmű, tehát a két erőmű közötti üzletről van szó, azt a két erőmű egymás között teljesen ilyen szabad piaci elven döntheti. Na most egy, egy érdekesség volt, hogy bejött ez az energiaválság, váls, energia Paksnak kellett 500 megawatt helyettesítő áram, és ennél a Dunántúli erőműnél, amit majd felvételen kívül elmondok, hogy melyikről van szó, az volt, hogy így volt egy ilyen készítő programuk, és megnézték, hogy hány rublika van. És így beírták a legnagyobb számot, amit tudtak az árajelat készítő gépben, mert tudták, hogy Paksnak kötelező megvenni, tehát az törvény írja elő, hogy a helyettesítő áramot meg kell venni, de arra még már nem lehet törvény, hogy ezt maximum milyen áron lehet eladni a paksnak. És így beírtak a, az amúgy, mit tudom én, akkor piaci, piaci középárfolyamhoz képest egy százszoros összeget. Tehát, hogy, hogy tele van ilyen alomáliával az egész energetika. Igen, tehát itt, itt az van, hogy amíg nem engedél az Európai Unió azt a, azt a gondolatát, hogy itt piaci állapon kell erőműveket építeni és üzemeltetni, és nem ismeri azt be, hogy ezt nem, nem, életképes jelenleg, hanem állami erőművek kellenek állami fenntartásba, addig nem fognak erőművek épülni, mert egyszerűen tehát nem éri meg egy magáncégnek beruházni a mondjuk, mit tudom én, egy atomerőműbe euró 10 milliárdokat, hogy az majd 25 év múlva akkor a franc tudja, milyen áron majd elkezd termelni. Hát és én bízok abban, hogy előbb-utóbb belátják, hogy itt valamilyen izé, központ, ilyen nevezzük, tervutasításos történetnek kell. Tehát, hogy, nem, tehát, hogy most nagyon köti az Európai Unióhoz az ebhez hez a karót, hogy, hogy itt tisztán piaci mechanizmusok. És az energetikai szakma, a leg, leg visszafogottabban is azt mondja, hogy minimum korlátozni kéne, a kicsit radikálisabbak meg tényleg azt mondják, hogy vissza kéne térni a, 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 és nem valami nagy ilyen szocialista, meg kommunista ideológiához, hanem mondjuk a 90-es években, amikor mondjuk az erőműveleknek tényleg a nyugaton is, Franciaországban, Nagy-Britanniában, tehát ezek, ezek közelső szocialista országok, de mind állami kézben voltak, vagy hát nem is, minden túlnyomó többségük, 80-90 százalékuk állami kézbe volt, és az árképzése úgy volt, hogy akkor, mit tudom én, tényleg, amit milyen hülye példának mondtam, hogy Soros Gyuri bácsi lekötött mit tudom, két áramot, és a az így meghúzta a tőzsdét, és akkor már aznap drágább volt az áram, hanem valami állami szabályozás között ment az árképzés. Az elején is mondtam, hogy ezzel senki nem jár jól, kivétel az a pár lobbi kör, meg a nem tudom Tehát most fordítsuk ezt a paksi dologra ha a Pax 2 elkezdene termelni, és mondjuk a válság előtti áron termelné az áramot, olyan 5 megawatt, az önköl, vagy 5 euró az önköltségi ár, és mondjuk a válság előtti árfolyamon 20-30 euróért tudná eladni. Így mondjuk a Pax megtérülne, mit tudom én, mondok valami 15 év alatt. Most két év alatt megtérülne ilyen ár alatt a paks. Ez nagyon jó a magyar államnak, vagy ahol magántulajdonó erőmű van a tulajdonosnak. Csak a fogyasztónak baromi nem jó, annak a másik, mint mennyi az Európai Unió, 800 millió ember, An négy, 400, akkor, vala... akkor annak a másik 450 milliónak nem jó, annak a mit tudom én, izé, tényleg 10 000 fő menedzsernek, aki meg a tulajdonosi köröknek baromi jó, mert ők most tehát konkrétan energetikai tankszékeken most olyanokat beszélnek, hogy össze kéne állni 15-en, venni egy 1 megawattos dízelmotort és áramot termelni, aztán eladni az egészet a fenébe, mert egy év alatt behozná a izé, dízelgenerátornak az árát. Tehát, hogy, hogy tőke oldalról ez barom jó, fogyasztói oldalról nem jó ez az egész. Azért most már ott tartunk, hogy a, most tényleg nem nagyon belemenve, de úgy néz ki, hogy ezt úgy hívják, hogy üzemanyagciklus, az üzemanyagciklus azért úgy néz ki, hogy záródik. Tehát ez azt jelenti, hogy a kiégett fűtőkötegeket fel tudják úgy újra dolgozni, hogy egyrészt abból újra lesz fűtőköteg, másrészt ha az az új fűtőköteg is kiég, annak a, a tömege, térfogata, mennyisége, veszélyessége már töredéke lesz. Nyilván a végén fog maradni valamennyi olyan anyag, amit semmire nem tudnak felhasználni, de mondjuk most mondok valamit csak arányaiban, most mondjuk egy fűtő fűtőkötekbe, amikor használják, mondjuk a végén ott marad az anyagnak a én, x százaléka, és a most az új technológiákkal az x százaléknak már csak a x per 1 tized százaléka maradott. És mondom, mindenképp fog maradni, újra hasznosítható, mindenképp fog maradni valami, azt meg igazából ilyen föld alatti tárolókba le tudják kezelni. Tehát,